Milyen hatással van ez a ma megjelent munka az egyházi közéletre, és vajon milyen visszhangja lesz a társadalom egészében a közéleti fórumokon? Hát azt érezzük a társadalom, hogy a múlttal való szembenézés az még most is fájdalmas, pedig hát egyre nagyobb a eltelt idő, ha most gondolok a holokauszt évforduló körüli viharokra. Nem könnyebb nekünk se szembenézni azzal, ami a kommunista diktatúra évtizedeit történt, ahogy itt az egyik előadó megfogalmazta, rájött arra a diktatúra, hogy üldözése nem tudja az egyházat igazán elpusztítani, térdre kényszeríteni, inkább belülről próbált bomlasztani, ami egy sokkal veszélyesebb folyamat is, ezért próbált beszervezni embereket. Valójában a Tényföltáró Bizottság évek óta kutatja azokat a dokumentumokat, amelyekből következtetni lehet arra, hogy milyen módszerekkel dolgozott a Belügyminisztérium, Állami Egyházügyi Hivatal. Nyilvánvaló, hogy ezek a dokumentumok persze csak egy részét tudják föltárni a múltnak, ezért jogosnak érzem azokat a kritikákat, amelyek ma is megfogalmazódtak a könyvmutató kapcsán, hogy a szemtanúkat, a még közöttünk élő tanúkat is jó, ha meghallgatjuk, mert igaz, hogy szelektív az emlékezetünk, és sokszor csak a szépre, vagy éppen csak a rosszra emlékszünk, de ugyanilyen szelektívek az irattárak is, mert jól tudjuk, hogy a rendszerváltás tájékán tűntek el iratok, mert valakinek érdeke volt, úgyhogy mindenképpen érdekes, hogy kiről kerülnek elő adatok, és az is érdekes, hogy vannak, akikről nem kerülnek elő adatok, pedig hát én is éltem abban a korszakban már, és tudom, hogy kik voltak azok, akitől nagyon féltünk, mert tudtuk, hogy milyen kapcsolataik vannak. Érdekes módon sok neve még nem került elő, mert valószínűleg hozzájuk kötődő iratokat gondosan eltüntették. Tehát nyilvánvaló, hogy rész szerinti az ismeret bennünk, hogy Pál apostolt idézem, ilyen összefüggésben, tehát a múltunknak a föltárása egy hosszú, kicsit fájdalmas, de én hiszem és remélem, hogy egyfajta gyógyító folyamat lehet, ha tényleg úgy értelmezik, ahogy elhangzott a felügyelő úr bevezetőjében is, hogy az egyházban minden hangot ezzel kapcsolatban meg kell hallani, és nem szabad engedni, hogy az a bizonyos lelki egysége az egyházunknak sérüljön csak azért, mert különbözőképpen emlékezünk, vagy esetleg bizonyos embereknek a személyes érzékenységét is érintik ezek a tények. Most akkor hogyan tovább? Hát azt gondolom, hogy ez a munka megy tovább, hiszen a zsinat egy mandátumot adott ennek a Tényföltáró Bizottságnak. Azt érzékelettük ezen a ma estén is, hogy erről kell beszélgetni, nem elég egy könyvet letenni az asztalra. Egy kicsit azért ezt a címet is olyan szimbolikusnak érzem, a háló minden bizonnyal a hálózatra is utal, a titkosszolgálat hálózatára is, de egy kicsit arra a hálóra, ami bele vagyunk gabajodva a múltunkba, nem könnyű kiszabadulni, nem könnyű tovább lépni. Én azt gondolom, hogy egy olyan józanság, egy olyan alázat, hogy senki sincs birtokába a teljes igazságnak. Amikor tényföltárásról beszélünk, akkor azt is hozzá kell tenni, azokat a tényeket tudjuk föltárni, amelyek elérhetők az irattárokba, de sok olyan tény van, amiről nincs dokumentum, és vannak olyan titkok, amelyek tényleg Istennél vannak és maradnak. Az egyházunkban két olyan lelkész van, én kettőről tudok, aki önként vallomást tett és bocsánatot kért az állambiztonsággal való együttműködése, tevékenysége miatt. Lesznek még olyan lelkészek, akik önként vallomást tesznek? Hát ez olyan légkör kell, ahol ezt el lehessen mondani. Tehát arra tényleg vigyázni kell, hogy ne stigmatizáljunk embereket, ne ügynöközzünk, hogy el is hangzott itt, hogy az általános ügynöközés az nagyon veszélyes, mert óriási különbség volt, hogy ki hogyan, miért került be, hogy Keken Andrást beszervezték, annak az volt az előzménye, hogy megkínozták, és megzsarolták, és megfenyegették. Hát nem mindegy, hogy ki hogyan került esetleg ebbe a hálóba bele, amelyből nagyon nehéz kiszabadulni. Hát ha olyan légkört tudunk egyházunkba teremteni, hogy nem úgy van, hogy egyik oldalon ülnek az igazak, a másik oldalon a bűnösek, és egymással mutogatunk, akkor talán van esély arra, hogy egyfajta ilyen gyógyító beszélgetések elinduljanak. De azt hiszem, ez még több idő kell, és hát megkockáztatom, ez kicsit fájdalmas, mert most akkor saját magamról is úgy beszélek, hogy lehet, hogy annak a nemzedéknek, aki még ott volt az egyiptomi rabszolgaságban, az előző rendszerben, annak el kell menni, és talán majd egy új nemzedék objektívebben fogja látni, bár náluk meg azt fog hiányozni, ami nálunk megvan, hogy éltünk abban a rendszerben, és nagyon jól tudjuk, hogy nem könnyű egy olyan rendszerben megállni, ahol az ember sokszor úgy érzi, hogy a léte függ esetleg attól, hogy mit fogad el, vagy mit nem fogad el. Káldi Zoltánnak volt egy nagyon drasztikus képe, amit egyszer egy lelkészének mondott, aki hát nagyon próbált tiszta maradni, hogy akarsz te a trágyadom liliuma lenni.
ez a kép drasztikus, kemény, de akivel benne van, bocsánat, azt a profán képet tovább viszem, hogyha valaki egy trágyadomban él és dolgozik, annak azért a tisztaságát megőrizni nem egy olyan könnyű dolog. Tehát akik ítélkeznek, most esetleg fiatalok egy szabad országban, hogy lehetett, hogy valaki akkor kompromisszumot kötött, annak egy kicsit el kell gondolkozni, hogyha most elmenne mondjuk egy észak-koreai diktatúrába, akkor hogy tudna megállni. Tehát ma nagyon óvatosnak kell lenni, azt hiszem rajtunk azt fogja számon kérni a történelem ura, hogy hogyan éltünk ezzel a 25 év szabadsággal, itt vagyunk 25 éve visszakapott Fassori gimnáziumban, hogyan éltünk a lehetőségeinkkel. Az előttünk jártaknak nyilvánvalóan arról kell számot adni, hogy ha gyengék voltak, miért buktak el, és tényleg ártottak-e valakinek. Hát azt gondolom, hogy ilyen differenciáltan és alázattal kell a múltunkat és a jelenünket is Isten kezébe tenni.